Közel teljes mértékben sikerült támogatási szerződéssel lekötni Eger 11 milliárd forintos fejlesztési keretét, ami hatalmas eredmény, fogalmazott Nyitrai Zsolt televíziónknak adott interjújában. Eger és térsége országgyűlési képviselője szerint 2017-ig egyértelműen az építkezésről kell szóljon a megyeszékhelyen. A honatja a fejlesztések sorából kiemelt az intermodális csomópontot. Úgy fogalmazott, ezt a közel 6 milliárd forintos közlekedés fejlesztést szinte a sírból sikerült visszahozni, az idén pedig elkezdődhet e hatalmas beruházás előkészítése. A honatja emellett külön szólt az Egert az autópályával összekötő útról is. Nagyon jó úton jár, hogy stílszerű legyek az M25-ös út, ugye az Egert az autópályával összekötő útnak a kérdése, amit eddig minden létező országgyűlési képviselő meg kormányzat megígért, és szerintem mindenki meg is tette, amit tudott, de végül is most vagyunk a legelőrébb, ugyanis a kivitelezési munka az ebben az esztendőben elkészül, ugye három szakaszról beszélünk az út tekintetében, és az első két szakasz az 2018-ban be is fog fejeződni, tehát ez most már teljesen biztos, eldöntött kérdés, és ebben az esztendőben megkezdődik a kivitelezés is. Hozzátette, 2017 az adócsökkentésről, a béremelésről és a családok támogatásáról szól majd. Kiemelte, 9%-ra csökkent a társasági nyereségadó, és emelkedett a minimálbér és a szakmunkás minimálbér is.